Gyügyei Nagy Zsigmond festőművészről ugyan nem, lehet, hogy csak még nem, de például Szemölvejs Ignácról, Kossuth Zsuzsannáról és Salkaházi Sáráról is animációs kisfilm készült, mégpedig a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezésére. Itt van velünk a szervezet vezetője, Mozart Gábor. Szervezés jó estét, szép estét kívánok. Kívánok. a kezdeményezés, és nagyon szép a névsor ami az első öt nevet, illetve a hozzájuk tartozó kisfilmet illeti. Már megtalálhatók ezek a filmek, és ha igen, akkor hol nézhetjük meg? A Nemzeti Örökség Intézete honlapján, közösségi média csatornájén, a Youtube-on, a Facebookon megtalálhatók ezek a kisfilmek. A hashtag után a sorsfordítók. Mert hogy ez a címásorozat. Nevet kell beírni, és akkor nagy valószínűséggel meg lehet ezeket találni, és nagyon bízunk benne, hogy ezek az eredeti terveink szerint hatékonyan el tudnak majd jutni a fiatal korosztályhoz, a középiskolásokhoz, és ehhez természetesen szükségünk lesz majd egy TikTok csatornára is, úgyhogy a közeljövőben ezzel is elindulunk majd. Kik lesznek azok, akik így módon is debütálnak a TikTokon? Öt név szerepelt most, és egy nagyon-nagyon kemény válogatási munka volt az, ahol az embernek mindig valamelyik újját le kellett vágni, valamelyik nagy kedvencét, történelmi hősét ki kellett hagyni az első ötből, de lesz még rá lehetőségünk, mert Úgy, több Úgyhogy csak egyelőre. Egyelőre csak, de az első öt hősben e, próbáltunk nagyon színes palettát összerakni. Görgei Artúr aki 28 és fél ezer uh, ifjú magyar katonának az életét mentette meg azzal, hogy nem a saját katonai karrierjét és hősieségét akarta igazolni, és letette a fegyvert világosnál. És éppen nagyon szép dolog látni azt, hogy a görgei családban az életvédelem a mai napig egy nagyon fontos központi téma. Most éppen Görgei Zsuzsanna, a dédunoka vagy ükunoka magzati életvédő uh, harcosként dolgozik. Akkor Salkaházi Sára testvér, a Szociális Testvérek Társaságának már boldoggá aki a második világháború alatt mentőként és a, a, szegény megnyomorult sorsúak támogatójaként lett aztán a nyilas áldozata. Olofszon placidatja, akit talán sokat ismernek, egy bencés szerzetes, aki a gulágra száműzött magyar rabokban tartotta Öröm Olimpiával a lelket, és számomra, talán az, a... személyiség. számomra talán az egyik legpozitívabb személyiség, akivel valaha is találkoztam. És nem Szám... elpanyagolható, hogy milyen hosszasan tette ezt, mert hogy tíz évig raboskodott. Tíz évig lelko. raboskodott, és utána 90 nem tudom hány éves korában tért meg a teremtőjéhez, és azt hiszem hogy tárkalokkal várták. Szemövej Szignác, akiknek ugye a magyar anyák köszönhették a menekülésüket, és ő volt talán az az, az egészen kivételesen álhatatos ember, aki bármennyire is próbálta a saját kora őt Belekergetni egy egy konformizált orvosi felfogásba, kitartotta a saját állítása mellett, talán Galilei volt még <gül> <gül> ilyen, és a végén tulajdonképpen még azt is elviselte, hogy Bolonnak minősítsék, és így próbálják meg uh, valahogy kiszorítani. És az ötödik uh, Kossuth Zsuzsanna uh, lesz. Uh, alakja, Kossuth Zsuzsanna, akiről sokan tudnak, Kossuth Zsuzsanna egészségügyi szakközépiskola. Hát emlékszem, amikor még gimnazisták voltam, én ugye egy fiúiskolába jártam, hát a kosut lányok, azok népszerűek. nagyon népszerűek <laughs> voltak. De hogy Kossuth Zsuzsanna volt a magyar ápoló szakmának a megteremtő, ő volt a főápoló a 48-49-es szabadságharc alatt, és tette ezt úgy mindenkit szolgálva, még az orosz és az osztrák sebesült katonákat is gyógyítva, hogy egyébként az ő bátyja Kossuth Szerintem ez volt. az öt személy, akit felsoroltál, ők is valószínűleg a fiatalok körében népszerűek lehetnek, de vajon ehhez most egy animáció elég, vagy ehhez az animációhoz még egyéb Érzékenyítő programokat is szerveznek. Hát ebben egy a... különleges minden mindenképp segíti ezt a befogadást. Pontosan nem tudjuk, hogy ők mennyire népszerűek a fiatalok között, de hogy valami olyan erkölcsi értéket jelenítenek, meg ugye a sorsfordító, a saját sorsuk fordítása és az ő életük által mások sorsának a megfordítása vagy megmentése, Az 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 erkölcsi magaslat, amit hősként a fiatalok elé szeretnénk állítani. És pont az a célunk, a hogyha a fiatalok őket nem ismerik, akkor ezeken a jellemzőiken keresztül ismerjék meg, és ehhez szükséges az, hogy a fiatalok formanyelvét, látványvilágát, hangzásvilágát és a fogyasztható filmeknek a hosszát és kialakítását is jól állítsuk be. Ennek az első öt egyébként már letesztelt kísérleti adását, vagy kisfilmért tettük most közé, de meg van már a következő öt is, amit majd reményeink szerint az év második felében mutatunk be. Az öt sorsfordító közül én is tudnék olyat mondani, aki a Fiumei is sírkertben nyugszik, de lesznek tematikus séták is a hétvégén, amelyek talán pont éppen ezekre hívják fel a figyelmet. De ezek tematikus séták lesznek, és nagyon izgalmasak, hogy mi alapján állítottátok össze. Ugye lesz egy kolozsvári és egy határon túlszületett. Igen. Sír. Június 4-e az összetartozás napja, és nagyon fontosnak érzem, hogy mindig a nemzetegyesítésről és az összetartozásról beszéljünk, és ne, ne csak trianon fájdalmáról és a szétszakítottságról. És nagyon jó kapcsolatot kezdünk kialakítani a Kolozsvári Házsongárdi temetővel, és idén az idegenvezető kutató történész kollégáinkkal voltunk egy többnapos korozsvári látogatáson, és létrejött egy olyan híd, ami a Fiumei úti temetőben nyugvókat, a kolozsvári családokhoz és személyiségeket, illetve az onnan származókat, akik a Fiumei úti temetőben nyugszanak, köti össze. És ezt egy ilyen másfél órás sétán keresztül mutatják be a kollégáim, illetve egy nagyon fontos fókuszterület az, hogy akik Magyarországon születtek, vagy a történelmi Magyarországon, és, és külföldön vannak eltemetve, Őrőlük mit tudunk, mit kell róluk tudnunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindenről beszélhettünk. Én is köszönjük szépen.